Akkor csináljuk meg a tetrapakkos papírzsepi tartót, amit megígértem Katának az előző ember a földönbe. Hát, csinálok nektek róla videót, magyar termékből készítem természetesen, a piros mizóból, mert ezt mondta Kata. Szóval most nézzük meg, hogy kell elkészíteni. Szükséged lesz egy négyzet alapú vasább tetradobozra. Az van. Mint látod, én teljes dobozt használok, de használhatsz mást is. A lényeg, hogy kihajtható legyen a teteje meg az... Próbálnám szépen leszedni, de nekem mindig így. Látjátok, hogy leizélődik. Kihajtottam a tetejét, ki kell hajtani. Ki tudom hajtani. Az a bezizelkedés dobozom, az olyan nem elrontani az egészet. Na, szóval így kell kinézni. Majd lehet, hogy ki fogom törölni, hogyha eljutunk odáig, mert teljes. Tetején látsz egy csíkot, ahol látok összehegeztették. Na, annak mentén kéne elvágni. Na, nézzük. Hát, nem sikerült. Jó, fönt, és lent is, ahol összehegeztették, ott fogom elvágni. Fölre folytatkezem el a tej, nem hiszem el. Na, mindjárt jövök. Na, kitöröltem mindent, menjünk tovább. Mentén kéne elvágni. Elvágtam, Katta, fönt és lent. És lent és nem is csöpög. Kicsit tejszaga van, de nem baj. Hát oldalán látsz egy illesztést. Annak a sarkánál érdemes elkezdeni a nyúzást, mert ott lehet elválasztani a legkönnyebben. Fontos, hogy csak a legfőső vékony réteget húzd le róla, amikor a kupakot... Hát ugye kettőt és könnyebbet, de... Sikerült, megfogtam! Komolyan mondom, gyerekek, én az összes ilyen feladatnál izgulok, mert amúgy szeretném jól megcsinálni, de azt gondolom, hogy Benzsó vagyok, és mindig rá is jövünk, hogy tényleg Benzsó vagyok, tehát hagyjuk. 10 centire. Használhatnál vonalzót is, de nálam mindig van 10 centi. Szóval a felső szélétől lefele felmérünk 10-10 centit a két oldalon. De várjál, 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 várjál! Most ez itt 10, igen. Ez olyan is a szolgál, hogy itt kell majd behajtani. Ó. Ha ez megvan, jelent be, hogy meddig ér a hajtóvész. Jó. Behajtottam. Meddig? Ezt behajtottam. Úristen, nagyon jó vagyok. Meddig ér a hajtott rész? Centi lesz. Nagyon jó. Ezután az élét vágd be a jel. Tehát itt vágjuk be mind a két oldalon. Át. Oldal. Úristen, ez amúgy nem 10 centi, Kata. Ez lesz majd nevezzük úgy, hogy összefogó nyelv. Jó, nevezzük összefogó nyelv, de nekem ez nem tudom, nem 10 centi. Vagy Isten tudja most itt mi van. Jó, bevágtam. Azért, hogy ezt majd bele tudjuk egy kicsit tucálni a nyílásba, érdemes lekerekíteni a sarkát. Különös a funkciója nincs, csak könnyebb összefogó nyelv. Na és most jön a tucálós rész. Na. Tehát itt kell egy kicsit lekerekíteni, hogy bele tudjuk könnyebben tenni. Jó, lekerekítettem az egyik oldalon, kerekítsük le a másik oldalon. Jó, lekerekítettem, és most jön a cucálós rész, azt mondja. Hát én nem egyszerű, így vele cucálni, mert arra vagy. De lehet, hogy... Aha, hogy még jobban le kellett volna kerekítsen. Na, az isteni elnézést kérek mindenkitől, aki hívő. Ezt most itt bele tudom cucálni. Mondjuk úgy, hogy bele cucáltam. Csak ezt a nyelvet, így sődörgesd bele a nyílásba. Itt apogattam a csorapukat, valahol itt is. Na szerintem jól csináltam, van egy kisebb bollom, és mindjárt hogy kiderül. Körbe kell ezt így vágni, vágni. Na, ez a legrosszabb rész. Na nézzük. Hogy terveztük, akkor ez a nyílás éppen átcsúszik majd a kupak fedelén. És amikor bezárod, akkor viszont nem nyílik ki. Be van zárva. Hogyha igazán menő akarsz lenni, akkor ezt a 3 centis kört ezt kitolod ki a sarkokhoz is. Kinyílik, de jó, nézzétek, sikerült. És ennek na jó, fiak, de nézzétek már mennyire menő zsebkendő tartom lett, csak így kinyitom. Két fakkos, Katát meg is fogjuk kínálni egy zsefivel. Az Emberföldön következő adásában szól, tartsatok velünk a Klub Rádió minden csütörtökön 2-től, ahol környezetbarát témákat fogunk boncolgatni még mindig. Na, hali!